Sziasztok! Minden embernek elő van írva minden évben, hogy mennyi pénze legyen, mennyi legyen a bevétele, és mennyi, miből gazdálkodjon. Ha elő van írva neki, hogy legyen 1 millió, nem lehet, hogy legyen neki 990 ezer, ugyanúgy, hogy nem lehet neki 1 millió 100 ezer. Nem, egyszer csak nem lehet, mert annyi, ami elő van írva, az Isten által annyi lesz neki. Nézzünk meg, a heti szakaszban, amit olvastunk tegnap a zsinagógában, az első heti szakasz a Bahárban, van, az van írva, hogy lotto nu is et amito. Ne szorongassátok egyik a másikat, és féld Istenedet. Mit jelent az, hogy ne szorongassátok? Erre azt mondja Rashi, ez a pénzügyi dolgokban való becsapásra utal. Ha nem szabad becsapni a másik embert, hogy így, mit tudom, eljut az ember még több pénzhez. Felmerül a kérdés, mit jelent utána az, és féld Istenedet. Most héberül az Elokecha van írva. Ugye több Isten név van, az Elokim név, ez azt jelenti a szigor. És féljél az isteni szigortól. Mire utal ez? Erre nagyon érdekes magyarázatot olvastam erről. Ugye, ha az ember becsapja a másikat, és mondjuk 10 000 forinttal több jutat neki, akkor van egy probléma. Az Isten azt mondta, hogy neki lesz kevésebb, és több van neki. Erre kényszeríti az embert, az Istent, hogy valami olyasmit csináljon, egy csőtörés, vagy egy másik dolog, ahol ez a 10 000 forintot fogja kifizetni, és akkor megint nem lesz neki több. Erre azt mondják, hogy ne csapjál be a másik embert, és féljél attól, hogy kényszeri fogsz az Istent, hogy tegyen veled valami rosszat, hogy azért, hogy költse le ezt a pénzet. Mondja a Tóra tovább, mert én vagyok az örökölte Istenetek, ez pedig annak az embernek szól, akitől elcsalta a pénz. Az annak én vissza fogom adni a pénzt. Szóval az ember becsapja a másikat, akkor az Istennek két feladata van. Először gondoskodjon, hogy tényleg ne legyen az embernek több pénze, valami plusz hirtelen, valami plusz kiadása legyen. Ugyanakkor az Istennek most gondoskodnia kell, hogy a másik ember visszakapjon azt a pénzt, mert neki elő van írva, hogy annyi lesz neki, és nem kevésebb. Köszönöm szépen!